Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok, ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal egy számomra nagyon kedves mintát kötünk, amit sok szeretettel küldök mindenkinek, aki esetleg ma tanult meg fordított szemet kötni. Egy gazdag, összetett, mégis könnyed és nagyon könnyen köthető mintáról van szó. Köszönöm, hogy felhívtátok rá a figyelmem. A minta egység 15 szem, és ehhez csak a két szélszemet kell hozzáadnunk oda-vissza kötésnél. Ezen a darabon, ahol három minta egységet kötöttem, ez azt jelenti, hogy 3×15+2, 47 szem van a tűn. Magasságban 4 sor a minta egység. Azt még mindenképpen szeretném elmondani, elsősorban azok számára, akiknek nagyon fontos a szimmetria, és ez természetesen így van jól, hogy ezt a felosztást az eredeti videót követve alakítottam ki. Látjuk, hogy a 15 szemes mintaegység tulajdonképpen 13 sima szemből áll, ahol a nagyon szép minta alakul, és ezeket két-két fordított szem választja el egymástól. Ugyanakkor a két szélső 13 szemből álló mintánk mellett csak egy-egy fordított szemet találunk. Ha valakinek a szeme ezt megkívánja, akkor természetesen ide, a szélére is lehet két fordított szemet tenni, mint ahogyan egyébként a minta közben ezt találjuk, akkor természetesen két plusz szemre van szükségünk. Ebben a felosztásban, ahogy az eredeti videóban is van, nem vették azt külön, hogy 15 szemmel oszthatósággal plusz 1, plusz 14 szem a szimmetria miatt, hiszen ez az 1+14 éppen 15-öt ad, és ránk bízták, hogy elfogadjuk-e így, ahogy most van, vagy esetleg ki szeretnénk egészíteni még egy-egy fordított szemmel. Együtt az eredeti videó logikája alapján két mintaegységet fogunk kötni, ami tulajdonképpen csak egy ismétlődő mintaegység, plusz 1 szem előtte, plusz 14 szem utána, ami természetesen így a 15-tel való oszthatósághoz járul hozzá. Plusz 2 szélszem, ehhez tehát összesen 2×15+2, 32 szemet szedtem fel, és indultam egy nulladik fordított sorral, ahogyan a nagy mintánál is tettem. Nézzük tehát az első sort, szélszem. Az ismétlődő mintaegységek előtt van egy fordított szemünk. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel, ez azt jelenti, hogy kötünk 13 sima szemet. Plusz 2 fordítottat. Ez egy 15 szemből álló ismétlődő mintaegység, ezt kötjük annyiszor, ahányszor szükségünk van rá, és az ismétlődő mintaegységek után tulajdonképpen már a szimmetria szeméhez tartozik az, hogy kötünk 13 sima szemet, és egy fordítottat, és a szélszem. Ez volt az első sor. A második sor következik, ahol fedetten kötünk, szélszem, és olyan szemet kötünk, amilyet látunk. Itt van egy sima szemünk, majd 13 fordított.
két sima szemjön. Újabb 13 fordított. És utána még egy sima szemünk van, szélszem. Ez volt a második sor. A harmadik sor következik, szélszem. Az ismétlődő minta egységek előtt van egy fordított szemünk. Jön a 13 sima szemünk, amin tulajdonképpen alakítani fogjuk a mintát, mégpedig úgy, hogy az első négy és az utolsó négy szemet összekötjük majd. Négy szemből egyet kötünk, ami azt jelenti, hogy ezen a 13 szemen belül három szemet egyik oldalon és másik oldalon is, összesen tehát 6 szemet elveszítenénk. Ezt ráhajtásokkal fogjuk pótolni, ami egyébként majd ezt a nagyon szép mintát alakítja. Tehát az első négy szemet összekötjük simán első szálból. Indulunk a 6 ráhajtással, köztük egy-egy sima szemet kötve. Egy ráhajtás, egy sima szem. Második ráhajtás, újabb sima. Harmadik ráhajtás, sima. Negyedik, sima. Ötödik, sima. És még utána van egy ráhajtásunk, összesen tehát 6. Az utolsó 4 sima szemet pedig hátsó szálból fogjuk simán összekötni. Ez most nekünk azt jelenti, hogy csavartan. Így tehát ezen a 13 szemen belül megmaradt az eredeti szemszám, és gyönyörű mintát alakítottunk vele a 4 szem összekötésével, illetve a ráhajtásokkal. Ezt követi 2 fordított szem. Ez egy 15 szemből álló ismétlődő mintaegység, ezt ismételjük ahányszor szükségünk van rá, és utána gyakorlatilag a szimmetria szeme, ami már most következik, 4 szemet simán összekötünk. Első szálból jönnek a ráhajtások, összesen 6. 1, sima. 2, sima, 3, sima, 4, sima, 5, sima, és ráhajtással is zárjuk, összesen tehát 6 ráhajtásunk van, és a végén lévő 4 szemet hátsó szálból simán összekötjük. És még egy fordított szemünk van, szélszem. Ez volt a harmadik sor. A negyedik sor következik, szélszem, és itt is fedetten kötünk. Egy sima szemet látunk. A ráhajtásokat is fordítottan kötjük majd, ami most azt jelenti, hogy itt 13 fordított szemmel találkozunk. Két sima, újabb 13 fordított. És a szélén egy sima. Szélszem. Ez volt a negyedik sor. Ezzel a 4 sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban. A továbbiakban ezt ismételjük.
Együtt tehát két mintaegységet kötöttünk szélességben, ha az eredeti logikát vesszük, és egyet magasságban. A nagy minta pedig három mintaegység szélességben, és sok magasságban. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek.